Szerinted melyik versenyző éli túl a várost? A, aki közvetlenül az útpatka mellett halad, vagy B, aki egy másfél méter távolságot tart az útpatkától? A vagy B? A vagy B? A vagy B? A vagy B? Na jó, nézzük, jöjjön az A versenyző! Jajajajajajaj, ez nem épp rendeltetésszerű kerékpározás. Úgyhogy jöjjön a B versenyző, lássuk ő, hogy boldogul. A mai tanulság tehát, hogy ne próbálj meg a patka mellett elbújni, mert a végén még olyan jól sikerül, hogy senki nem vesz észre. Inkább hagyj kényelmes 1-1,5 métert a patkától, így az autósok biztos látnak, és ha még le is szorít valaki, hát van hova menekülni.